ugye azt mondják, hogy ha egy színpadon van egy fegyver, annak előbb-utóbb el kell sülnie. Ha itt egy műsort átlengett egy kerékpár, annak előbb-utóbb el kell sülnie. Na, eljött az a pillanat, amikor elsül ez a bizonyos kerékpár. Tudni, kérem szépen, ez a kerékpár, amit a kezemben tartok, ez szintiszta aranyból készül. Aranyból és meg annyi drága kőből. Értéke nem kevesebb, mint több mint $1 millió. Úgyhogy mondhatnám, hogy ilyen bringáim vannak, ha az enyém lenne, de ez a bringa nem az enyém, hanem egy genfi ékszerészé, akit úgy hívnak, hogy Volker Reinisch. Szép bringája van Reinisch. Hát igen, tényleg ez a helyzet. Jól mondtam az információkat, illetve hát egészítsen ki. Ez egy 18 karátos aranyból lévő kerékpár, és aztán az összes egyéb járulékát mondja el ön, hogy mi minden található, meg mutassa is, jó? Das Fahrrad ist, die Konzeption ist Carbon. Nos, a kerékpár koncepciója karbonfiber alapanyag. Egyébként ez egy teljesen olasz know-howból jött létre. Nos, a téma a szavanna volt. A szavanna? Ezek a madarak a szavanna madarai, amik repülnek rajta? A szavannát látjuk, az állatokat, az égboltot látjuk, és az arabok legkedvesebb állatfajtait. Jaguár. Hát menjünk sorba, itt van ugyebár egy sas. Sólyom. Ez miből van ez a sólyom? Ez egyébként bronzból készült, aranyozott kivitelben. És ez az elefánt fej? Elefánt, das sind die original. Ezek az eredeti fékberendezések. Platinával bevont. És részben 18 karátos aranyjal díszítve. A többi rész is masszív arany, a szemeket pedig zafírból készítettük. Ha miből másból, persze. A lánc, eredeti kerékpárlánc kemény acélból készült, mert ha aranyból készülne, akkor lehetetlen lenne erre felhasználni. Ugyanakkor a láncot brilliánsokkal díszítettem. Ez hány brilliáns van benne? Mert hát itt számtalant látok. 96 brilliáns van, 4 karátos brilliáns. 96! És például ez, ami olyan nagyon csillog, ez például ezek itt mik, ezek a kis díszítése. Ez mind aranyból készült, levehető, cserélhető dísz. Az volt a célom ezzel a kerékpárral, hogy valaki vegye meg. Eredetileg egy arab hercegre gondoltam, és ezért is ez az arab díszítés. Még annyit kéne tudnom, hogy $1 millió áfával vagy áfa nélkül? Amíg el nem adja, hol tartja? Ez egy bank trezorjában van. Hát nagy öröme lehet akkor benne. Beviszi, bezárja, aztán legközelebb akkor látja, a Friderikus Showba kell jönni Magyarországra. El akartam mesélni a közönségnek, hogy milyen roppant, fantasztikus körülmények között érkezett ide ez a kerékpár. Hát már eleve az utaztatása nem volt egyszerű, mert repülőről repülőre szállt, ezt kell mondanom, és példás biztonsági intézkedések, de páncélautó kellett például a szállításhoz. Reinisch úr, még ne menjen el, mert természetesen Magyarország nem lenne Magyarország, ha nem lenne nekünk is egy bicikli királyunk. Mert hogy önt így nevezik ugye Svájcerte, ha ezt nem mondtam volna. Szóval a mi bicikli királyunk biciklije, hát legalább ilyen értékes, ha első ránézése nem is úgy néz ki. Úgyhogy következik a magyar bicikli király, akit úgy hívnak, hogy Méhes András.
Van fék a bicikli? Jó. Igen, van. Fék a bicikliért? Igen. Kettő tessék is. Tessék parancsolni, ide fáradni. Megmondom sokkalom. Őszintén magának, mi magyarok tartsunk össze, én büszke vagyok erre a járgányra. Akárki akármit mond. Majdnem olyan jó. Pedig lomtalanításnál szedtem össze. Lomtalanítás? Igen. Mutatok magának egy kollégát, már így néz ki. Hát egy... Ez például minek nézi? Hát itt ez... Hát nem eluxált alumínum, azt látom, arany lesz. Arany lesz. Gyönyörű. Hát Egyiptomban Tutankhamen feleségének lehetett volna esetleg ilyen, jó? Mondom, a régi több ezer éves világban. Gyönyörű, nagyon szép. Na, szóval egy ilyen 1 millió dollárt érő aranykerékpár ez. Gyönyörű. Szeretném, hogyha bemutatná a sajátját, a mi büszkeségünket. Igen. Magyarország, magyar bicikli. Kicsik vagyunk. Például nézzük rögtön ezt a kormányt. Ez, azt mondják persze a bicikli, hogy megsegítsem a válaszát, hogy KGST termék tetőtől tartunk. Minden darabja az egykor volt KGST, idézi vissza. Avasson be. Egy Warburg kormány. Pardon? Ez egy Warburg kormány. Tudja, mi az, hogy Warburg? Reinis úr. NDK. DDR. DDR. Tisztában vagyok vele. Úgy van, NDK. Nem arany, DDR. Danuvia, teleszkóp, régi motorkerékpárról, Danuvia 3. Az mire való? Rugózással, rögtön megmutatom. Jobban rugózik, mint a Horthy Miklósnak a lova. Warburg lengéscsillapító, A Warburgot szerette, mindig elfogult volt irányába, ugye? Az a Varga, az jó kocsi volt. Jó biciklinek mindenképpen jó autó volt. NDK Dynamo, DDR. Szintén DDR. Szintén. Jugoszláv külső gumi, lengyel belső gumi, nyugatnémet golyós telep, egy hongkongi trombita. Jó. De az miért a váltáskáján hordja a trombitát? Mert a gyerekek mindig el akarják lopni a bringámról, úgyhogy itt hordom. Igen. Ez pedig egy bim-bam csengő, állítólag Itália, Made in Italia. És ez az égbe kiáltó ostor, vagy én nem igen, is tudom. Igen, megmutatom rögtön a világítást. Este, mikor megyek, akkor a kamion úgy világít. Hát így mozog szépen. Megmutatna? Igen. Most ha jövök az Alpokból, honnan jön? Az Alpokból. Ha szokott jövök, arra járni ezzel? Igen, megyek a lányomhoz, meg az unokámhoz Bolognába. 8 nap alatt Bolognába vagyok, az Alpokon ezzel? Keresztül. Igen. Például legutóbb, mikor mentem, 6 napig esett az eső, és akkor még egy csomagtartó, előre fő van szerelve, 70 kiló csomaggal, pótgumi, korpás kenyér, szardínia, kis lókolbász, lógyulai, üdítő víz. Ugye 70 kiló, bicikli 33 kiló, az már 103, én 111 vagyok. 2 mázsával gurulok az Alpokba. És 6 napig esett az eső, a Szemeringnél föltolom, nincs sebességváltom, föltolom 10 óra alatt, 1500 méter magasra. Utána 3 napig csak fékezek lefelé, Triestig, csak fékezek lefelé. Ha véletlenül megtámadna mondjuk Arafat engemet valahol itt a Olaszországban, hát ilyen nincs. Akkor fegyverem is van, ez országzászló, URH antenna, világítás, magyar zászló, olasz zászló, megfordítom. És fegyver, üvegbot, ólombolyóval. Elefántot leütöm, ha kell. De csak védőfegyver. Jugoszláviában sajnos használnom kellett, és egy román kamionossal is szembe, sajnos. Na most azt tessék szóval megmondani, amikor nem a lányába utazik, és nem az Alpokba. Ja, igen. A szürke hétköznapok során is így fordul elő Pesszerte, vagy városszerte? Hát Siroksáról bejövök Budapest belvárosába, Pilvasz közvárosár utca, Petőfi Sándor utca. Megvannak a maszekok, meg az állami dolgozók, a hentesek például. Milyen, mit csinál? Patyulatosok. Na most ott megvan a cédula. Jaj, fater, jöjjön! András, gyere, Bandi, gyere, jaj, öreg, gyere, itt a cédula, zöldséget kérek, bélszínt kérek, akkor marha lábszárat kérek, fehér tecsenyét kérek. Tehát ilyen beszerző tetszik lenni?
Ilyen kifutó vagyok. Kifutó, mindent vállal. Igen. Aki szól önnek és jó pénzt ad érte. Gyógyszereket ki kell váltanom, akkor vidéki hentesek vannak, állatgyógyszereket, Budapesten csak három ilyen állatpatrika van. Biciklivel fölhajtom, és leszállítom nekik. Amit kapok, azt kapok, nincs kikötve. Napi hány órát teker ezzel a járgányban? Hát reggel 8-9-től este 8-9-ig, 10-12 órát. És közben Walkman van a fülén? Mert hogy most is itt a nyakában van. Ezt kitámasztom egy kicsikét. Persze. Az a helyzet, hogy sok jó ember van. Ez biztos orosz az a támasztó. Sok jó ember van, de 100-ból egy azért mindig sajnos rossz. Na most, hogy lefegyverezzem a rossz embereket, van egy ilyen levágott fejhallgatom. Ez az új magyar csodafegyver. Sehová nem torkolni kell. Sehová. A köldököm ezt talán. Ide teszem, és például egy Porsche-t beelőzök, például. Komolyan? Piros lámpán, a Porsche-t beelőzöm. Szegényként nem tudja lenyelni ezt a replát, akkor elében vánk dudán, szígy az anyámat. Ez nekem itt nem van a hasamban. Én meg nem hallok semmit. Azt hiszik, hogy a Petőfi, de a Kossuth rádiót hallgatom. Nem szólok semmit. Akkor megyek tovább. Szegény vagyok, a nyugdíjam 6000, most lesz állítólag 7000. Az így kifutóskodott. Korábbi időszakban mit dolgozott? Lakatos volt, a szakmám volt, 3 találmányom is. Mindjárt miniszter lopta el meg a testvére, aki gondolját igazgató volt. Úgyhogy ezt azért nem szabadalmaztatom, mert is ellopnák. Így meg használja mindenki. Ezt mindenkinek csináltam, főleg a fiataloknak. Én nagyon szívesen adnák a cserkészeknek, és segítenek is egy ilyet összehozni. Járják a világot, ne szipózzanak, meg ragasztózzanak. Világútlevelet ide, és hadd menjenek. Én 64 éves vagyok, de Rómának már kétszer nekivágtam. 12 nap alatt ott voltam. Főúton mehetek csak. Szóval én egy kicsit az elején, amikor behívtam ide, ironizáltam, hogy ez a mi magyar csodák, de most, hogy végighallgattam a történetét, ezt nagyon komolyan mondom. Én gratulálok önnek, mind a kerékpárhoz, mind pedig. 64 éves vagyok, 28-ban születtem, mint a biciklim. Ő is 28-as, meg én is. 3-28-as megy a ringán. Köszönöm szépen. Éppen. Jókolom. Köszönöm.